Mozgalmas a hétvége a Kállai gyűjtemény számára, ugyanis augusztus 23-án az Alkos Szabadon rajzpályázat kiállítás megnyitója mellett elkezdődött a háromnapos Kállai családi világ találkozó is. Dohanics Lászlótól, az intézmény vezetőjétől megtudtuk, már 2014-ben megfogalmazódott bennük, hogy szeretnék ezt a találkozót megszervezni a Kállai család leszármazottainak. Azonban sok minden közbeszólt, így idén augusztus 23-a és 25-e között zajlik a program, melyre közel 150 kállai regisztrált vissza a világ minden pontjáról. A hétvége igencsak színes a résztvevők számára. Múlt év májusában fogalmazódott meg ennek a szervezése, és azóta szervezzük gőzerővel, ebben a motorja a Kállai helyén tulajdonképpen a szervező munkában, de tartalmas programot próbáltunk összeállítani, hiszen pénteken érkezés ide a Kállai gyűjteménybe történik, itt lesz a regisztráció, és folyamatosan a Kállai leszármazottak megtekintik a gyűjteményt, minden kiállítását, és főleg a Kállai állandó kiállítást. Szombaton 10 órától egy konferencia kezdődik a Váci megyei kulturális központban, majd pedig este egy díszvacsora lesz a Korona Hotelben, és vasárnap pedig a család Kálusemjénbe, a Kálusemjén Kállai kúriára fog kiérkezni, és itt családi programmal, szentmisével, koszorúzással és beszélgetésekkel töltődik a nap. Az elmúlt időben a kállaiak más rokonai, az ilosvai család tagjai, Ilosvai Gusztáv szobrászművész és felesége Ilosvai Egyed Katalin is ellátogatott a múzeumba Ausztráliából. A Kállai gyűjtemény így most egy újabb ilosvai alkotással is bővülhetett. Mint megtudtuk, a szobor a terrorházából érkezett hozzánk, ugyanis eddig ott volt kiállítva. Vagy 20 évvel ezelőtt, amikor ez a múzeum elkezdődött, de nem itt, hanem máshol, fölkértek, hogy csinálják valamit a Kállai Múzeumnak és az ilosvaiaknak, és akkor adományoztam az Ádámot és Évát, ami valahol itt kicsit arrébb van, itt van szemebben a házban, és akkor most ezt a szobrot, a Hungary 1956, ezt hoztam el. A szobor magát az 1956-os forradalmat mutatja be, melyet Kanadába vezető útján álmodott meg a művész. Nagyjából egy évvel azután, hogy eldöntötte, megcsinálja, el is készült vele. Ilosvai Gusztáv még elmondta, számára is döbbenetes volt a végeredmény, hiszen minden, amit az 1956-os forradalomról tudni kell, a szenvedés, küzdelem és az újjászületés, az mind benne van ebben az alkotásában. Az ilosvai család adományáról, valamint a Kállai világtalálkozóról dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere is beszélt. Elmondta, a városnak hatalmas megtiszteltetés, hogy a világ számos pontjáról érkeztek kállai rokonok, hogy megnézzék azokat a helyeket, ahonnan családjuk és emlékük is származik. A város éppen ezért igyekezett segíteni a szervezésben. Ami kérése volt a családnak, az egy hely, ahol egy nagy konferenciát meg lehetett tartani. Azt a város azt biztosította a számukra, de mindent ők saját maguknak szerveztek és rendeztek. Azt hiszem, hogy a legkönnyebb, mert az ember a saját családját ismeri a legjobban, és ők jobban értenek egymás nyelvén, ráadásul ugye nem mindenki magyarul beszél már közülük, hanem különböző nyelvekhez tartozóak. Vannak, akik horvátul beszélnek, vannak ugye, akik amerikai angolul, vagy esetlegesen franciául beszélnek közülük, vagy németül. Úgyhogy sokszínű társaság gyűlik össze. Azért is fontos, mert eljönnek ide. Nagyon sokan szerintem, főleg a külföldiek még itt nem jártak. Megnézik a kállai gyűjteményt, megnézik azt, hogy itt jó helyen vannak azok az értékek, amit annak idején Kállai Kristóf adományozott, és utána még nyilván nagyon sokan. De hát, ha vannak olyan dolgok a tulajdonukban, amelyeket úgy gondolnak, hogy a legjobb helyen itt van egy olyan gyűjteményben, akár letétként, mint most majd ez a szobor, amit az ilosvai adományoznak a kállai gyűjteménynek, akik szintén kállai rokonok egyébként, hogy itt legyen, hogy gyarapodjon a gyűjtemény, és mindenki meg tudja azt tekinteni, hiszen hogyha egy gyűjtemény, egy múzeum folyamatosan gyarapszik, folyamatosan tudja azt az értéket képviselni, amelyet igazából itt a Kállaiban ezek a tárgyak jelentenek, akkor hosszú távon megmaradás az önmagából eredően megvan. A Kállai gyűjteményben továbbra is izgalmas események várnak majd a hozzájuk ellátogatókra. Az intézmény vezetősége ugyanis más őszi programokra is készül. Október 23-án idén is egy ünnepi programot tartanak a fiataloknak az 1956-os forradalomról,
melyen ezúttal Ilosvai Gusztáv új szobrát is bemutatják majd a gyerekeknek.